Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 17-éig. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Itt látható ez a kulcs és az utal a te magabiztonságodra. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Itt kinyílik számodra egy ajtó, itt van mellette a ház, az lehet változás az otthonodat illetően, a környezetedet illetően, ami a szomszédokat és a rokonokat illeti. Ez a gyűrű jelentheti azt, hogy itt vannak kapcsolatok, vagy valaki visszatér hozzád. Amit ez a gyűrű még szimbolizálhat, egy házasság, egy eljegyzés, egy közös otthon. Visszatérve erre a kulcsra, ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit. Itt vannak ezek a hamis kapcsolatok, lehet, hogy a múltból, vagy egy hamis személy visszatér hozzád, akkor zárd be előtte ezt az ajtót. A következő sarokkártyán látható ez a torony. Ennek a toronynak több jelentősége is van. Utal hivatalos dolgokra, vagy bírósági ügyre, de itt van a hamisság, valaki becsap téged, ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak szimbolizálják a pénzügyi dolgokat. Valaki rossz indulattal közeledik hozzád, vagy ezeknél a hivatalos dolgoknál légy kicsit óvatos. Amit a halak még jelenthetnek, az értékek, a belső értékek is. Ez a személy nem értékel téged, láss át a dolgokon. Itt lesznek változások, megújulások, erre utal ez a kígyó, van gyógyító ereje is, és itt látható a remény. A hold azt jelenti, hogy ügyelj az érzelmeidre, és légy inkább visszahúzódó. Ha a hét elején inkább csendes vagy és óvatos, akkor az előnyös számodra, hiszen te állsz itt a középpontban, amennyiben egy hölgy vagy, és itt lesz egy jó hír, szerencse, és tisztázódik valami. Amit ez a park itt előtted jelent, ez a nyilvánosság, tehát mások észrevesznek téged, megbecsülnek téged. A következő sarokkártyán látható ez a kasza, és a kasza elvág valamit. Ezek lehetnek a félelmek is, ezt jelentheti ez a felhő, és átteszed magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. És hamarosan itt kitisztul valami, és megvan erre ez a remény. Amit ez a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok. És ez értékes számodra. Azon kívül ez a kígyó lehet egy hölgy is, és ettől a hölgytől jön egy jó hír, itt ez a levél, ez lehet egy szerződés is, és ez szerencsét hoz számodra. Itt kitisztul valami. És ami átláthatatlan volt eddig, azt a kasza eltávolítja. Itt középen látható ez a fa, és az azt jelenti, hogy te keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt most megérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Az lehet a hivatás, az lehet a párkapcsolat, vagy egy lakhely. A fa segít neked ebben, hogy megtaláld
ezt a helyet az életedben. Amit ez a fa még jelent, a gyógyító erő, esetleg betegségek, itt még valami átláthatatlan, de hamarosan kitisztul valami, és megvan itt ez a gyógyító erő, mert ez a kígyó jelentheti a gyógyulást is, és ez a virág jelenti a szerencsét, ugyanúgy, mint ez a négy levelű lóhere is. Te kimutatod a magabiztonságodat, itt kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség számodra. Vannak itt jó kapcsolatok, és megtalálod a helyedet az életben. A félelmek elmúlnak, és ami átláthatatlan volt, az most itt kitisztul, mert a kasza elvágja ezt a helyzetet. Ez a kártya utal mozgásra, ez lehet sport vagy autó is, itt légy kicsit óvatos. Nem csak a mozgás miatt, hanem az anyagiak miatt is. Ez a kártya jelenthet egy férfit, de légy ezzel a férfivel szintén óvatos, erre utal ez a ravasz róka. Ami az érzelmeidet illeti, erre utal a hold. Ezzel az ismerőssel légy kicsit óvatos. Ez a férfi nem a te lelki társad. Ez lehet valaki a környezetedben, a szomszédságban, vagy a családban, de ez a férfi rossz szándékokkal közeledik hozzád. Ami viszont szép, hogy itt lesz egy jó hír, tisztázódik valami, és ez szerencsét hoz neked. Ami a hivatalos dolgokat illeti, vagy egy bírósági ügyet, itt is megjelenik a hamisság. Ügyelj a pénzügyi dolgokra. Ez a kígyó lehet egy nő is, és itt van egy utazás, vagy lehet egy külföldi kapcsolat. És ettől a hölgytől jön egy jó hír, vagy egy szerződés, ami számodra szerencsét hoz. Itt van előtted ez a park, és ez utal a nyilvánosságra, mások észrevesznek téged, meg lesz a megbecsülés, itt van a gyógyító erő, javul a helyzet, vagy nálad változik valami, hiszen ez a kígyó jelentheti a megújulásokat, a változásokat is. Az elmúlt időben minden olyan felhős volt, mások nem vettek észre téged. Legalábbis így érezted, hogy nem kapod meg a megfelelő megbecsülést. De a következő napokban itt van számodra a szerencse. És én is kívánok sok szerencsét, egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Tenderá!